A nevem Dorogi Gyula, a Pest-megyei 8-as választókerületből érkeztem, Szigetszent Miklósról, ami a választókerületnek a székhelye. Születésem óta itt élek, ismerem a választókerület majdnem minden problémáját, ami bizony orvoslásra szorul. Miről is beszélek? Szigetszent Miklós és környékén a településeken nagy mennyiségű lakótelepet lehet találni. Ezeknek a lakótelepi részeknek sajnos a három gyár megszűnésével a lakótelepi embereknek megoldást kellett találniuk az életüknek a tovább folytatására, arra, hogy a családjukat ellássák, ételt tegyenek az asztalra. Ekkor lett váltak kényszervállalkozókká, és az, ami az első számú megoldásra váró pont az én programtervemben, a deviza hitelhez nyúltak, és ez a deviza hitel most sajnos ezeknek az embereknek éppen kicsavarja a nyakát, ezek az emberek most éppen nagyon nagy bajban vannak, erre mindenféleképpen valamiféle megoldást találni kell. Vagy a másik lényeg, a problémája a választókerületnek, hogy az agglomerációban vagyunk, és bizony a Budapestre való ingázás, a közlekedés sajnos ma már a katasztrófát meríti ki. Tudni kell, hogy ez a fajta fluktuáció bizony több órával meghosszabbítja az embereknek a hazamenetelét, illetve a munkából menetelét. Soroksári Dunál mellett van a választókerület és a Tököli parkerdő szélén. Ezért az a desztináció, a turizmussal együttjáró, szórakoztató és a szórakoztató pihenéssel együttjáró munkalehetőséget az itt lakó embereknek meg kell találjuk erre a lehetőséget, és igyekszem erre mindenféle valamiféle megoldást találni.